Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk az Ara Let's Play sorozatot Ausztráliával, ott, ahol legutóbb hagytuk. Ez a második rész, és most már elkezdünk. Opa, ott ezt nem akartam megtámadni. Ne támadj meg, légy szíves a macskát, köszi. Szóval folytatjuk, ott, ahol legutóbb hagytuk. Most már szeretnénk majd ebben a részben egy új várost is létrehozni. Új készleteket látunk, azokat mindenképpen fel akarom venni. Otthon pedig nem történt semmi. Ilyen. Próbálom körbejárni ezt a hatalmas hegyet, hogy mi van a másik oldalán. Jelenleg vezetjük egyébként a játékot, ami nagyon jó hír, mert itt van a felejthető rész. Erről beszéltem az előző epizódban. Ezek a kedves emberek, akik itt lesznek, ők a korváltásnál ki fognak esni. Lehet az első körnél még nem, de a másodiknál mindenképpen. Na hát itt úgy látom, rengeteg minden történt egyszerre. Élvezeti cikk aktiválva, oké, ezt tudjuk. Készlet felderítve, ezt is tudjuk. Egy kosár elkészült. És felfedeztem egy új törzset, a karma törzset. Azt kell tudni a törzsekről, hogy ezek sokkal békésebbek, mint a Civilization vagy akár a Humankind játékban. Mert nem támadnak, ami nem támadjuk őket. Persze oda lehet menni és szét lehet venni az arcukat, de hogyha nem tesszük, hanem a különböző eseményeknél pozitív válaszokat adunk a felmerülő dilemmákra, akkor ezt csak összecuccolnak és eljönnek a városunkba élni. Például itt, feneketlen leves. A főváros utcáit járva kellemes illat fogad. A forrás egy kereskedő standja, aki izgatottan mesélni kezd, amíg megízeled az áruját. Egy törzs vezetőjével találkozott, aki egy nagy üstöt tartott a falu közepén a soha ki nem húnyó tűz felett, hogy mindig följön benne az étel. A följön nem kettőjé? De. A kereskedő hozott egy keveset az ételből a tűzifáért cserébe, de szomorúan megemlít, hogy a tűz tavaszra valószínűleg kialszik. Van egy kis történelmi háttér, és akkor persze adhatok nekik valamit, hogy ez így ne történjen meg. 50 faanyag az két kapcsolatot ad a cesznok törzsel. Míg a 25 élelem pedig 5 tekintét, illetve hát 5 tekintét ad mind a kettő, de az egyik plusz egy, a másik plusz kettő kapcsolatot, vagy mondhatjuk azt, hogy hát ez szar ügy, és akkor rosszabbodik a kapcsolat. Én azt tapasztaltam, hogy mindig érdemes ezekkel jóban lenni, úgyhogy adok nekik fát, nekem nincsen túl sok, de azt megosztom velük. Ja, mert két törzsre is találkoztam. Ez a karma, az meg a cesznok. És a karma törzsnél pedig járvány van éppen. Aggasztó üzenetet kapsz egy szomszédos törzsgyógyítójától. Betegség ütötte fel a fejét a népek körében, és úgy tűnik, hogy gyorsul a terjedése, mert egyre többen áldozatul esnek. A segítségre és a támogatásodat kéri a szükség órájában. Hát hogy ne? Én ne segítenék? Némi kajáért cserébe. Mármint némi kajával segítettem, azért cserébe, hogy jobb barátok legyünk. 27. kör, és elkészül a fakitermelő telep most már tényleg mindjárt, és szükség is lesz rá. Mert egyelőre nem állunk túl jól. Begyűjtöttem egy kőkori eszközkészletet, az nagyon király, bár abban már gyakorlatilag tele van a padlás, de azért szuper. És kikutattam a gabonatárolást is. Egyelőre ezt nem tudjuk használni, mert nincsen még gabonánk, mint olyan. De a rizset például már ki tudjuk majd termelni, hogyha oda jutunk. És akár most már tovább léphetek a következő korba, de a tapasztalatom szerint érdemes minden kort először kikutatni, vagy minden kor összes kutatását megcsinálni, és akkor tovább lépni a következőbe. Kezdenek így a projektek egyre sűrűbbek és egyre többek lenni, úgyhogy én azt mondom, hogy itt az ideje, hogy építsünk egy telepest, hogy megépítsük a második várost. Ez 125 élelembe kerül, 25 gazdaságba és 10 anyagba, illetve van egy kajányi fenntartása, de teljesen rendben van. Ezeket mind ki tudom fizetni, 6 kör alatt fog elkészülni, itt is persze, hogyha akarom és tudom, akkor lehet gyorsítani, egyelőre nincs rá pénzem, de majd ez is opció lesz. A fakitermelő telep az már is kap tőlem egy kőkori eszközt, így akkor 76-ról felmegy a termelés 85-re, és fel is gyorsult ezzel a betakarítás üteme. 3,4 fa jön be minden egyes körben. Következőnek majd a fogaskerékkel lehet ezt javítani. Egyébként az épületeket lehet majd fejleszteni is,
Tehát ez is ott van. Az erdei erőd. Néha vannak ilyen események, mint ez például a városunkhoz köthető esemény, az előbbi események azok meg a törzsekhez voltak köthetőek. Egy 16 évnél nem idősebb fiú érkezik az udvarodba, izgatottságtól fűtve. Elmondja, hogy a barátaival fára másztak, és amikor egy hatalmas törzs tetején ültek, észrevettek egy megemelt, természetellenesen kerek dombot, amelyből mintha tábortűz füstje szállt volna fel. Támogatásodat kéri a biztonságos felfedezéshez. Ha megadjuk, akkor 10 csökken a boldogság a fővárosban 10 kör erejéig, viszont kapunk 5 ékszert és 5 kerámia edényt. Ha fegyvert, ez a felderítő, ha fegyvert adunk a fiúnak, akkor a biztonság csökken, de akkor is megkapjuk ezeket, vagy pedig figyelmen kívül hagyom. Én azt mondom, hogy a biztonság az most picit akár még csökkenhet is. A biztonság az egy 50-es értéken van, ami haderő erejét csökkenti, de most ennek nincsen igazából relevanciája, hiszen nem tervezünk harcolni senkivel. Viszont már is megtaláltuk az első másik népet. Ez az Askia Muhammad a Songhai Birodalomból. Üdv néked, viszlát! Elég közel van egyébként hozzám, szóval ott azért figyelni kell majd rájuk. Itt azért a területek sokkal kisebbek, mint a Civilizationben, mert van egy város limit, és ez a limit ez nagyon szigorú. Nekem például a város limitem most 3. Persze idővel ezek szépen lefedik a térképet, de nem olyan tempóban, mint mondjuk a Civilization esetében. Itt egy a tétlen egységgel felvesszük az erőforrást, és akkor annyit kell tudni, hogy begyűjtöttünk most 10 anyagot és egy fémrudat, és hogy a lakoma az megint csak készen áll. Mivel most lakomából több van, mint amennyit felhasználunk, 3 lakoma van már, ezért az új városba rögtön lehet lakomával indítani. Majd azt ki kell találni, az új város hol legyen. Még egyelőre nem látok olyan helyet, amit így nagyon szeretnék. Talán erre lesz majd. Csak vagy erre. Itt északnak is lehet majd róla szó. Nem soká. Ha majd elkészül itt az egység, akkor majd ez kicsit sürgető problémává válik. Begyűjtöttem 20 faanyagot, 2 szörmét és 1 bőrt. Hát azt fel tudjuk venni Bamako mellett. Azt hiszem át tudunk menni ilyenkor a területére. Csak max nem lesz túl. De nem is kap semmi negatívat rá. Most például megegyezünk egy ilyen kereskedelmiségben. Ez nem tudom mit jelent, hogy a kereskedők mehetnek egymáshoz, gondolom pénzt mind a kettőnk számára. Folytassuk a felfedezést itt a tengerpart mentén. Hát igen, olyan nyersanyagokkal nem nagyon vagyunk ellátva, talán ott kéne az a búza. Ahhoz meg akkor letelepedhetnénk erre a csempére, mert itt van hal és van kagyló is. Meg majd ez a csempe is fel fog itt szabadulni. Szóval ez így jó lesz, ez a csempe. Csak a búzát be tudjuk húzni idővel. Elég gyorsan, mert hogy el tudom látni, hogy a lakomával, a másik városban származó lakomával. Szereztem egy lakomát, egy ekét, egy kereket, egy tunikát, egy parfümöt és egy sejmet. Szerintem ezek közül valamelyiket le tudom rakni valahova. Ami nehézkes ebben a játékban, az a lépegetés, tehát hogyha mondjuk én azt szeretném, hogy megnézegethessem, hogy hol mit tudok állítani, ahhoz nem tudok innen átlépni a következő fejlesztésbe a városon belül, hanem egyenként kell ezeket lekattintani, mint egy ősembernek. Jó, ez gazdaság. Valahol láttam egy olyat, hogy fel tudja használni. A kötélre nem állítottam még be azt, hogy miből készüljön a kötél. Mert nem volt miből, de a gyaprűt most rárakom, és akkor így 4 kör alatt meg lesz. Sőt, van 2 sejem, hogy még azzal is fel tudom legalábbis egyszer-kétszer gyorsítani ezt a termelést. A gazdaságban lehet ekét bevezetni. Igen. Úgy. Jó, a fakitermelő telepben ott majd csak a fogaskerék tud segíteni, és ebben pedig itt is volt valami. Itt is az eke tud majd segíteni, de most csak egyet találtunk abból. Majd legyártjuk a következőt, és akkor minden rendben lesz. Megvan a patika is. Étkezési olaj, teafű, ezeket ki tudjuk termelni. Jöhet a kerámia, mint fejlesztés. Onnan majd egy erőforrás jön be.
követelés létrehozva. Igen, ezek azok a területi növekedési lehetőségek, amiket említettem. Szereztem 50 aranyat innen, Bamako mellől. Nem tudom, Bamako a fővárosra, ez szerintem nem, mert annak elég pici lenne. Tehát Canberrát tudom bővíteni valamelyik irányba. Én most akkor megcélzem a rizst. Vagy a rizset, vagy a rizsát. Termelésnek pedig... patika... A patika az... például gyógynövényt használ fel. Mi szerintem most nincsen. De az erjesztő gödörben meg el lehetne kezdeni termelni szőlőt. Most ha ezeket a nyersanyagokat nézzük itt bal felül, akkor igazából mindenem van. Semmiben nem állunk igazán mínuszosan. Még lakóház sem kell, mert egyenlőre a 8 lakóhelyből 4 van csak elfoglalva. Ami még azt illeti... ó, a rézlelő helyet viszont azt ki kéne kutatni, de még nincs meg. Ja, oké, még az nincs meg. Még az két kutatás. Most ugye kikutatjuk a mostani kutatást, és utána jön majd az, amelyik a kő cuccot le tudja rakni. Azt is lehet, hogy most várok egy kört. Egyébként, tehát azt mondom, hogy egy körön át adjon gazdaságot. Egy kör. Úgy. És a következő körben, akkor mivel beintegráljuk már ezt a területet, akkor jöhet a rizsföld. A szakértőnket pedig ki lehet küldeni akkor ebbe az irányba. Itt a vadállatok nem offenzívek, tehát nem támadnak meg. Ezért nem kell nagyon félteni. Meg hát a törzsek, a barbár törzsek se támadnak meg. Nem kell félteni az egységeket attól, hogy valami bántódásuk esik. Még egy követelt régió? Ja, most foglaltam el. Oké, okay, gotcha. Szereztem 20 anyagot, 2 fémbrot és egy szobrászati anyagot. És akkor most jöhet az építkezés, ami oda lesz a rizslelő helyre egy gazdaságot. Már le is pattintunk, és akkor ebből jön majd be nekem rizs. Ugye Canberrában el kellett volna már fogyni a tunikának, viszont szerintem valahonnan szereztünk megint csak ilyen a kutatónkkal, vagy mi az felderítőnkkel egy tunikát, és ezért nem veszett el végül. De ha majd az is elfogy, akkor majd valami újat kell kiválasztani, amit tud használni. Hát itt egy olyan nem látok semmi olyan különlegeset, ott az a felszerelés készlet, az jól jönne. De most már azért visszafordulni nem fogok. És most pedig a bronz megmunkálás 12 kör alatt fog elkészülni. Az nagyon jó lesz, mert akkor onnantól kezdve mondjuk a rezet is ki fogom tudni szedni. Amit eddig nem tudtam. Hopp, ott van egy kis pénz. Hol vagyunk itt? Ó, oh, látom. Most fog összeérni a két felderítő. Kapcsolatunk megváltozott. Barátságos helyett semleges. Szerintem azért, mert elmúlt egy valami módosító, ami miatt jó volt a kapcsolatunk. Van egy eseményünk viszont, mégis erősek maradtunk. A néped az istenek otthonáról mesél, amely egy hegynyi, magas, impozáns, barátságos, lenyűgöző isten szobor kapujánál található. Egy nemzet sem épített még ilyet. Ez a rodoszi kolosszus szeretnék, hogy megépítsük. Sure, whatever. Majd mindjárt megnézem, hogy mi kell a rodoszi kolosszushoz. Mert van egy erős tippem arra, hogy nekünk az nem lesz jelen, vagy nem lesz elérhető. Akkor le is rakom itt a város, ugye kiválaszthatom, hogy melyik részére rakjuk a várost. A zóna értékelés az amúgy segít, hogy az mennyire jó hely városnak. Annyi, hogy ez mindössze 3 zóna, és általában 4 szokott lenni. Egy város. Hát esetleg, ha ide rakom le, attól még ugyanúgy elérjük ezeket a területeket. Ezt nem biztos. Ezt nem biztos, hogy elérjük, de lehet, hogy igen. Hát, ha nem érjük el, akkor nem érjük el, annyi baj legyen. De az, hogy 4 zóna van itt, sőt itt 5, az amúgy nagyon erős. Látható is, hogy ez egy 3-as szintű zóna. Ez csak egy 2-es volt, legalábbis ajánlat alapján. Jó, Flintersbe fogjuk lerakni akkor. A városunkat ott fogunk letelepedni. Most már ez eldőlt. És akkor egy esemény már is előjött.
szúró eszközök nyomában Cessnocknál van ez a Cessnoki törzsben. A törzs örül, hogy találkozott a felderítőiddel, és azonnal üzenetet küldenek, hogy megkérdezik, van-e vasad, amitől megválnál. Láncsahegyek készítésén gondolkoznak, hogy újfajta fegyvereket hozzanak létre, és több erőforrásra van szükségük a kísérleteik folytatásához. Ha lenne szandálom, akkor adhatnám inkább azt, de akkor így viszik a fémrudakat. Jó, tessék, vigyetek a fémrudakat. Áon kell. Mármint én úgyse használom őket, igazából teljesen mindegy. Elkészült egy kötél. Na, a kötelet azt, ha emlékeznék rá, hogy hol használtuk. Talán itt? Igen, a műhelynél használtuk a kötelet. Most akkor ezzel még jobban felgyorsul a termelés. Csak sajnos már nincsen több sejem. Ugye, mert az egyet is csak találtuk. Így három kör alatt fognak elkészülni a kötelek. Elég lesz három, gondolom. De mindjárt átnézem, hogy mihez mi kell. És akkor szól is a játék, hogy leraktuk az új várost, Flinders-t. Viszont a tárgy készítési sor az üres. És akkor itt most gyárthatnék úgy lakomát, vagy gyárthatnék ékszert. Na most a lakoma, azt ugye berakjuk az élvezeti cikkhez. Most a lakománál úgy működünk, hogy termelünk belőle 0.2-t, és körönként 0.1-et fogyasztunk, mert 10 körönként fogyasztunk egyet. De akkor az azt jelenti, hogy ez a város is kaphat lakomát, anélkül, hogy mínuszba mennénk le a lakoma gyártásban. De akkor ez a város mondjuk termelhetne ékszert. És az jólétet ad meg boldogságot. Persze jó kérdés, hogy mi kell ehhez. Elefántcsontból is lehetne akár, de úgy látom nagyrészt pénz kell hozzá. Hát nemes fém, tehát egyet talán le tudnánk gyártani, mert egy darab nemes fémem van. A nemes fémet gazdasággal lehet kiváltani, de annyi pénzem meg nincsen. Úgyhogy 5 kör alatt lerakunk egy nemes fémet, és akkor majd utána újra gondoljuk esetleg a dolgokat. Canberrában elkészült a rizs farm. Úgyhogy én most akkor csak leraknék, illetve nézzük meg ezeket a diadal dolgokat. Itt a Stonehenge-hez ahhoz kőkorszaki eszköz és kötél kell. Például ezért jó sok kötelet legyártani. Lerakhatnánk még egy műhelyet, hogy akkor az egyikben ezt gyártjuk, a másikban kötelet, vagy ilyesmi. Kerámia műhely az is nagyon hasznos tud lenni. Most az egészség nem túl jó a városban. Ezt nem is nagyon tudom, hogy hirtelen mivel lehetne javítani, szerint a patikával. A patikával lehet javítani. A patika nem biztos, hogy bármit felhasznál. Tudom, hogy tud gyártani dolgokat, de szerintem nem muszáj neki, vagy akkor, ha nagyon lassan gyárt, az is rendben van. Szappangyertya, parfüm, egyikhez sincsen semmi. Gyógyhatású készítvény, ez sincsen. De a patika lesz akkor a következő, úgy érzem, amivel megyünk. És ez jöjjön ide a rizs farm mellé. A patika. Oké. Építhettem volna amúgy harcosokat is. Azt lehet, hogy építünk itt egy lándzsást, mert ki kéne szedni a területeket. El kéne zavarni onnan a vadállatokat. És egyelőre itt nincsen semmire szükség addig, ami meg nem növekszik a város megfelelő méretűre. Úgyhogy egy lándzsást én csak lehozok. Ez 15 kör lenne, de csalni fogunk, mert pénzből megvesszük, és itt csak egy kör lesz. Sarokkő. A nemzeted legújabb városának alapítói tanácsot kérnek tőled. Egy iránymutató alapelvet szeretnének a város alapjaiba építeni, amely meghatározza majd a sorsát. Szó szerint. A kőművesek a te döntésedre várnak. Melyik szót véssék a gyűlésterem sarokkövébe? Hú, ez egy jó kérdés. Én azt mondanám, hogy legyen a hagyomány, és az 15 tudást ad nekem. 100 körön át, hogy valami ilyesmi volt. Úgyhogy azt már elértük a város határait. Mi történt még? Az új gazdaság befejeződött, meg a gyűlésterem is. A gyűlésteremről tudok, a másik a rizs földet viszont nem pattintottam még ki ekével. Úgyhogy megy is oda az eke. Jelenleg rizst termelünk ott, ami egy összetevő 3,8 rizs termelődik itt. És azt nem tudom, hogy csinál-e valamit csak úgy felhasználás nélkül.
termeljünk le azt a rizset, és aztán utána maximum átmegyünk sima élelemtermelésre. Meg lehet nézni amúgy, amit nem tudunk, tehát behozom, hogy rizs, és akkor azt mondja, hogy milyen biomokban találhatók, betakarítási lehetőségek, rizsszem, igen. Jó, király, ebből én nem mentem ki, de örülök, hogy valakinek ez biztos segített. Törzsi kapcsolatok frissítve. A Cessnock a nemzet sorai közé lépett, és öt kerámi edény üti a markodat. A Cessnock nemzet, a nemzet sorai közé lépett. Tehát most történt meg az, hogy a Cessnockiak átköltöztek hozzám. Mert rájöttek, hogy nálam sokkal jobb az élet, ott hagyták a kis házaikat, és akkor így kaptam 5 kerámia edényt, megkaptam 1500 polgárt. Az, hogy hány polgárunk van, arról én nem tudok. És nem tudom, hogy hol lehet ezt megnézni, de gondolom, akkor ez is egy fontos szám. Valamilyen szempontból. Flindersben megépült ez az egység. Tök jó. De még kell egy kör, hogy ki lehessen bővíteni a város határait. Hogy addig is, hát egy műhely mondjuk. Ugye mondtam, hogy több műhelyre lenne szükségem. Úgyhogy lerakok egy műhelyet, csak így ide. 11 kör alatt fog elkészülni. Hogyan hozzunk le hadsereget? Ezt a tartalékosokból hozzuk le. Egy formációt rakunk össze. Osztag vagy zászlóhaj. A zászlóhajban több van, az osztagban egy. Most egy lándzsás osztagot fogok kialakítani. Amíg ez nem jön le, addig nincsen semmilyen költsége. Innentől kezdve, hogy ezt leszpónoltattam, tudok vele mozogni, de cserébe van fenntartási költsége is. Itt nem tudom, mit vettünk fel. De valamit felvettünk, és ez... Ja, nem, itt pont nem vettünk fel semmit. A másiknál veszünk fel most. Ott. Ott veszek most fel valamit. Azt a készletet. Egy darab eke, ha minden igaz. Ami amúgy jó. Mert az ekét azt mindig tudjuk használni. Csak a Flinderset már is lehet kibővíteni. Na most ugrik a majom a vízbe. Azt a területet, amit akartam, az pont nem lehet. Hát ez szomorú. Akkor megyünk a tengerpart irányába. És majd az utána levő lesz ez a terület. Mert onnantól kezdve ezt be lehet majd húzni. Most akkor ez elkezdte lefoglalni, igaz? Nincsen két lefoglalható terület, az kicsit overkill lenne. Illetve kap egy élvezeti cikket a város, hiszen most már kettő lehet neki. A kosár az termelést és jólétet ad. A parfüm boldogságot. Az ékszer pedig jólétet és boldogságot. Jöhet a termelés, mert az nem baj, hogyha hamarabb elkészül mondjuk a műhely. Csak egy picit hamarabb, de elkészül. Én ezt most elrakhatom ezt a követelést következőre? Azt hiszem igen. Ami szuper. Ja, lejött ide az egységem. Valahova. Annak még kell egy kis idő, még teljes méretű lesz. És utána tudom majd bevetni. Jó, ez megvan. És akkor Flindersnek van még egy növekedési lehetősége? Nem tudom, miért kaptam most két növekedést, de nagyon szuper. Úgyhogy le is rakjuk azt oda a másodikat. És a következő, majd következőnek akkor elkezdhetjük a gabonát kitermelni. És az meg kinyitja a magtárat, szóval tök szuper lesz az egész. A másikkal pedig ezzel a Spearman-nel, vagy lándzsással, akkor elkezdem innen kiszedegetni a vadállatokat. Követelt régió az Kampe? Ja nem, az, amikor megkapjuk. Jó, ez mindig becsap ez a tooltip, hogy mi történt. Valószínűleg már elértük a kontinens határait. Picit. Ott felvettem még egy tunikát. Tunikákkal el leszünk látva. Abban hiba nincs. És Flinders még egy követelést tud lerakni. Hát ez nagyon durva. Nem tudom, miért növekszik ez a város ennyire keményen. Nem baj, csak nem tudom. Sargasso tenger. Ez például, ez a kagyló, ez tud sót termelni. Ami azért nagyon menő. Mert azzal lehet a kenyeret gyorsítani majd. Egy csomó ilyen szinergia van a játékban. Nagyon durva. A tigrist még nem sikerült megölnünk, de dolgozunk rajta.
aki a tigris nem nagyon akar meghalni, és félre, hogy ott fog maradni az egységem, ami nem lenne túl kellemes. Most akkor Flinders hirtelen 4-es méretű lett, igaz? Wow. Az kem. Hát elindulhatsz visszafelé. Meg hát itt is felfedeztünk mindent, úgyhogy őt is. Őt ennek a tónak a másik partján hozom vissza. Hogy lássuk, hogy itt hogy alakulnak a határok. Létrejött mellettem egyébként egy városa az ellenségnek, ami elég rossz hír. Vagy hát a idegen nemzetnek. A jó hír az, hogy kikutattam az új korszakot, és akkor így most elég sok új lehetőségem nyílik, például az új technológiák. A kereskedelemmel kezdek, mert azzal utakat tudok majd építeni. És az utak azok jók. Canberra. Akkor Canberrának észak felé kell terjednie, mielőtt így a fejére nő ez a város, ami oda lett most lerakva. Warrego, Perth. Egyik sem nagyon jó hely. Még azt mondom, hogy Perth egy kicsit talán jobb. És majd Flinders-szel kell összeérnie. Itt mi is készült el? Itt ez készült el, a patika. Mindjárt megnézem akkor. De a kőfejtő lesz az, amit most promba meg kell építeni. És akkor a patika az úgy működik, hogy jelenleg csak ugye adja a bónuszokat, amiket megígért. Adunk neki kőkori eszközöket, ezzel javult a termelés, és adunk neki kereket, még tovább javult a termelés. És készítettünk tárgyat, ami jelen esetben még csak a gyógyhatások készítmény. 12 kör alatt készül el egy. Mivel nincsen mandragóra, nincsen teafű és nincsen kerámia edény sem annyira, ezért ezt nem lehet gyorsítani. Most éppenséggel kerámia edénnyel tudom gyorsítani. És így 7 kör alatt megvan. De ez nem fog örökké tartani, mert kerámi edényből összesen van 10, azt hiszem. Annyi lehetne, hogy még gazdaságot rakok bele, és akkor azt termeli, de most ez nem is kell, hogy végtelenítve legyen. Mert ugye persze majd ezt a gyógynövényt be lehet rakni akár élvezeti cikknek, de azon túl nem csinál túl sok mindent. Tehát, hogyha élvezeti cikként itt akarom használni, akkor az ad egészséget, és az amúgy tök jó. De ennyivel van ennyi, és most csak arra kell, hogy legyen végül is, legalábbis egy eleinte. Aztán hogy később kikristályosodik, hogy mik azok a dolgok, amikre ténylegesen szükségem van. Flindersbe akkor jöhet már is egy gazdaság. Szuper. Itt kell-e valamit építeni? Vagy fejleszteni? Ugye, amink van, az a műhely. A műhelyben most nem zajlik építés, és láttátok, hogy például a kő eszközök azok milyen fontosak. Kötél kő eszközök mind fontosak. Úgyhogy csináljuk azt, hogy te fogod itt termelni a kötelet. Nincs egy gyapjum. Miért nincs egy gyapjum? Ja, lehet, hogy a másik már használja azért, de hogyha erről leveszem a gyapjut, akkor nem, ez legyen úgy, hogy itt a műhely az valószínűleg azért, mert itt épp. Nem, valamiért megszűnt a gyapjum. Miért szűnt meg a gyapjú termelésem? Ó, azért, mert ez lassabban termel, mint ahogy készül a kötél. Oké. Most ekével gyorsítottam a termelésem. Hát akkor remélhetőleg ez így jó lesz. De akkor itt meg addig nem is kötelet fogunk gyártani, hanem kőeszközt, kőkori eszközt, fából, biztos, hogy anyagot felhasználunk, fát is felhasználhatunk, de annyira nem kell, 5 kör szerintem az így jó lesz, hogyha az 5 kör alatt elkészül. Oké, szereztem még mit? Szörmét, bőrt és lakomát. Cool. Az idő palotája következő cél, hogy építsünk egy palotát. Hát a palotát se tudunk még, de nagyon tetszik, hogy gondolkodtok. Mi az, amit tudunk egyébként? Hát még mindig csak a Stonehenge van felfedezve, mint olyan. Kicsit lassan őrülnek itt a malmok.
Ez egy törzs talán? Ez törzs, ezt már ismerjük. Mi történt? Eszménykép. Író, stratéga, mérnök. Most már van főtanácsadónk, tehát ami jöhet, az belügyi, katonai vagy mesterműbeli jártasság. Ez a mestermű, ez egy olyan dolog, hogy kiküldhetjük valahova az adott karaktert, hogy akkor valami mesterművet hozzon létre, és X kör után ezt létrehozza, ami pedig utána ad valamilyen bónuszt. Erő, tudás a főváros számára, ez jó lesz. Spártai Alkmant fogom felvenni, és akkor ő ad plusz 10 tudást, amivel gyorsul a kutatás. Családi vállalkozás. Húsz jó lét a fővárosban. Ugye ez kutatás előrehaladásnak, szóval az egész jó. Csak kérdés, hogy mire kérjük? Öntözésre, harci szekerekre vagy kereskedelemre? Én öntözésre így kérnék. Még akkor is, hogyha jó lét azért itt eléggé le fog csökkenni viszont. Ez a boldogság. A boldogság meg a jólét az vajon más dolgok, vagy ugyanazok? Hát ez majd kiderül a következő részben. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi voltam mára, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!